Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Mindenek előtt nézzenek meg egy rövid összeállítást mai vendégünkről. A magyar mozgókép mesterét utoljára 2 éves korában sikerült hintába ültetni. Lehet, hogy később éppen ezért akart jogász lenni. A végén azonban mégis főállású filmes lett, aki rendezéseivel és az akkor még csak rájellemző hosszú beállításokkal Velencében és Cannes-ban is egyaránt elbűvölte a zsűri tagjait. Megkérdőjelezhetetlen sikerei ellenére azonban sohasem akarta elfogadni a teljesítményért járó ilyen-olyan koronákat, hiszen valószínűleg még ma is túl fiatalnak érzi magát a tisztességre. Igen, ezt én is bizonyíthatom, hogy túl fiatal. Miklós, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ez fontos nekünk, a csatornának, a nézőknek, mindenkinek. De mindenek előtt, mert nagyon aktuális a dolog, azért megkérdezem, hogy milyen volt a tegnap estéd? A tegnap este bemutató volt, mert megkezdődött a filmszemle, és ezzel a filmmel nyitott. Hát az egy más dolog, hogy a filmszemle nyitó, hogy több száz, én nem is tudom, hogy 1000 ember is volt, és hát nagy huli-buli, meg és minden. A végén volt tapsocska? Hát, hát különleges sem volt megszervezve. Nem tudom elmondani neked, mert hogy volt megszervezve. A végén az egész banda, már a mieink, akik csinálták a filmet, azok fölvonultak, de nem a film végén, hanem meg volt szervezve a nagy teremben. Szóval mindegy, szóval. Szóval de jól sikerült ez. Hát, na mindig jól sikerült. A bemutató mindig jól sikerült. Kérlek szépen, amikor beszéltünk legutóbb telefonon, mondtam neked, hogy mennyire boldog vagyok attól, hogy te Vácott születtél, hiszen én Vácott voltam kisdiákod, és kiderült időközben, hogy ez egy állomás volt csak, mert hogy a család erdélyi, hogy tettett a gólya téged Vácott? Hogy hát azt én nem tudom, mert én nem én döntöttem egyáltalán, hogy élni akarok. Hát nem, anyám még menekültek a apám miatt, mert igen. Ők erdélyek, igen. És apám azok, magyarok voltak, székelyek, 10 voltak testvérek, anyám még 12-nek románok. Ebből a hihetetlen nagy családból, mert majd minden évben visszajártunk. A anyám meg a két tesómmal együtt visszajártunk Erdélybe, és volt, amikor összejött a família, 100 fölött voltak, elég fantasztikus volt. Szóval ebből az egész nagy családból csak az apám még jöttek el Magyarországra, mert az apám a erdélyi kormány biztosnak volt a titkára. Mert ugye, jó, hát történelem. De azért muszáj elmondanom, mert ha ilyen személyes kérdésre is van szó, akkor hogy meg mint. Szóval 1916-ban a románok kiléptek a nem tudom, minek hitták őket, ez a központi hatalom, nem tudom, igen. És akkor megtámadták Erdélyt. És hát természetesen nem a magyar osztrák csapatok verték ki őket, hanem németek, de Erdély ettől kezdve katonai kormányzás alá került, és annak volt egy polgári biztos, és apám neki volt a titkára. Ennek következtében, hát a legendák szerint halálra ítélték távol létében. Lehet, hogy csak legenda fel, a legendák nagyon szépek. És akkor ők eljöttek Magyarországra. És hát vagomban laktak, és én... És Vácott kipottyant. És Vácott pottyant. És akkor világet. De ott laktatok is egy rövid időt? Vagy nem. Hát nem, hát a keresztanyám volt Váci. Igen. És oda mindig visszajártunk. Aztán, hogy néztem az évszámokat, kérlek szépen, hát az én korosztályom, aki pont a háború után született, meg hát nyilván akik még azután születtek, el se tudják azt képzelni, hogy itt állt egy nagy világháború, rengett a föld, és borzalmak voltak, és azt olvasom, hogy te 44-ben egyetemre jártál. Hát az hát, mert az hogy 44-ben avattak doktorát, szóval mindegy. A történet az, hogy a Hortiék megpróbálták azt csinálni, hogy egyetemistákat nem vonultatnak be. Hát, hát ők mindenféle játszottak, persze a nácik mellett, meg minden, szóval ilyen alattomos módon is próbálták kijátszani. Tehát aki egyetemista volt, azt nem vonultatták be. Úgyhogy nekem már előbb kellett volna végeznem, de húztam az időt persze. Hát aztán végül doktorra vettek 44,
Március 18-án. Tudod, mi a 19? Másnap megszállták Magyarországot. És miért nem használod? Mit? A doktori címet. Hát nem, én jogász vagyok, hát nem csináltam. De csináltam. De nem szégyeled, nem. Jó, voltam ügyvédbojtár, persze, igen, de, igen. De igazából mindig ezzel a hólyagsággal. És a film az hogy kevered? Tudom, hogy 50-ben mentél főiskolára, de hogy jött ez a dolog? Előbb mentem főiskolára. Szóval nem tudom. Nem ilyen moziba járó voltam. Hólyag voltam mindig. Amikor végeztem a jogot, akkor is mellette néprajzot hallgattam meg műtörténetet. És igazából színházi rendező akartam lenni. Aztán felszállás után... Hát egy évig feküdtem, mert beteg voltam a 45 után, és akkor felkerültem Pestre, és ott a haverok azok, voltak kolozsári gyerekek, ugye én nagy cserkész is voltam, ezek együtt voltam cserkész, és azok már erre a főiskolára jártak, színházi rendezőnek, meg filmrendezőnek. Nem is tudtam mi az, hogy filmrendező, persze. És akkor hát volt a népi kollégium, a Horváth Árpád kollégium, abban már benne voltam, de nem voltam még egyetemista, szóval főiskolás. De már doktor voltál. De hát már doktor, úgyis máig is a régiek, akik még túlélők, azok még doktornak szólítanak. És hát jelentkeztem a főiskolára, nem volt felvételi, tehát minden tanárnő fölvettek, de elkezdtek beszélgetni velem. Ott a Balázs Bélával és a Lajta bácsival beszélgettem. Lajta Andor bácsi az egy nagyon heres öreg ember volt, 50 év körül lehetett. Akkor ugye ő szerkesztette a 45 előtt a magyar filmévkönyvet. Igen. És a főiskolán is ilyen, nem tudom mi a fenét, ilyen filmtörténetet adott elő, vagy mi a fenét. Ők velük beszélgettek. Igen. Elég hosszan, a Balázsban nagyon helyes, kedves ember volt. És akkor azt mondta a végén, maga legyen filmes. Szóval magyarul ő döntött. Igen, ő döntött helyette. De ez tényleg igaz volt. Igen. Tényleg igaz. Akkor kezdtem, hát azelőtt is jártam, néztem filmeket, minden magyar filmet megnéztem, hát borzalmas. Borzalmas, nem érdemes beszélni. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Kérlek szépen, amikor ezeket a régi magyar filmeket, a 30-as, 40-es években készült magyar filmeket nem lehetett Magyarországon kapni, akkor az úgynevezett dollárboltokba már árulták valutáért a hazalátogató, ez a 70-es, 80-es, hazalátogató magyaroknak. És volt egy haverom, aki onnét kilopott nekünk mindig egy-két kazettát, és nézegettük, és én észrevettem, és tényleg kíváncsi vagyok a véleményedre, észrevettem, hogy az akkor 15-16 éves lányom nézi ezeket a filmeket, és hát nem szittam érte meg, szó nincs róla, hanem csak kíváncsiskodtam, és kérdeztem, hogy Barbara, ne haragudj, látom, ezt harmadszor nézed meg, és tudod, mit mondott? Szóval, apa, hidd el, hogy ezekből a filmekből többet tudok meg a két világháború közötti Magyarországról, mint a történelemkönyvekből. Hát ennyi idős volt, talán jött már nagyon... 16-17. Már nagyon értelmes de volt. De tényleg, egy hát bizonyos mert, stílus, egy bizonyos mert, jelenlét azért ezekből. Mert nem véletlen objektívnak hívják azt, ami ebbe a kamerában, igen. Nem véletlen. Tehát az ember akármit csinál, ugye a Rákosi idők alatt gyártottak a hülye propagandát, de akármit. Igen. De ma megnézed, és mégis visszajön a kor belőle. Így van. Ugye akkor az volt, hogy az ember elment valamik TSZ-be, disznyó etetés. Igen. Ugye akkor a tanácsár, vagy a TSZ elnök kiválasztott, hogy ki lehet benne a képben. Igen. Melyik TSZ-t ad. Az fölöltő díszruhába, mert disznyó etetni is ugye vasárnapi öltönybe kellett. Akkor eteti a disznót. És mégis benne van a kor. Szóval jó, nagyon furcsa. És milyen okos a lány, tényleg így van. Tényleg a két világ, a jelmezek, a persze, stílus, a berendezés, a magatartás, sőt az intonáció, a hang. Úgyhogy ezek végül is, és még valamit, hogy ezek a filmek majdhogy nem pariban voltak, akkor francia-német filmjeivel. Nem voltak sokkal rosszabbak. Igen, mert nem igen volt filmgyártás. Szóval itt mondjuk a vasfüggő mögötti országokban, hát még a háború előtt, csak Magyarországon volt filmgyártás. Tehát a magyar film látta el ugye Romániát,
szerbi, szóval Jugoszláviát, még Csehországot is, pedig ott egész jó filmeket csináltak valahol, csak valahogy megszűnt. Igen. Most én láttam Balázs Béla filmek összeállításában, amit te készítettél filmet, rövid filmeket kise, volt egy ilyen, viszont azért az első komoly dolog azért az a Harangok Rómába mentek, nem az volt, az első igazi az első játékfilm. Nem, az első játékfilm, hát az maradjuk volt, igen, így, az volt, ami több mint 20 perc, szóval és mi a probléma vele? Hogy? Mi a probléma vele? Nem kell szégyelni. Nem, én nem szégyellem, csak biztos, hogy én nem láttam azóta sem. Igen. Azt mondják, egy ilyen gyerekfilmecske, szóval ifjúsági filmek. Nem tudom, szóval nem. Hát azzal történt az, hogy többeket amiatt lettem valószínűleg ilyen hólyag eltérő filmes. Mert hogy? Mert a végén, az a film végére rákényszerítettek egy más véget, mint amit én akartam csinálni. Hát akkor ez előfordult elég gyakran, nem? Hát előfordult, igen, de akkor el is döntöttem, hogy többet ezt nem, szóval nem vagyok. És azóta, tényleg, azóta nem fordult elő? Hát előfordult, mert volt olyan film, amiből kivágattak egy snittet, szóval egy jelenetet. De mondtam, csak akkor, hogyha írásba adott, mondtam a filmfőgazgató, írásba adta, megvan a Mészáros Mártánál a levél. Igen. Nem. Hát a külföldi producereknél előfordult az, hogy de megbeszélve. És a külföldiek azért ugye egy kicsit mindig gógyisak, tehát tudják, hogy milyen irányba kell venni. Igen. Csak kicsit megbeszéled, és akkor, ha egyetértesz el, akkor megcsinálod. De volt egyszer valami nagy balhéd, én arról hallottam, amikor a vágás jogát, ez Franciaországban volt, nem? Hát mi volt az a történet? Az a helyzet, hogy azért ezek a nem ilyen félkész producerek, mondjuk. Igen. Azért, de ugye volt egy ilyen valami. Hát, ilyen mindig van. Ilyen mindig van? Mondom, külföldi filmek, de mindig előfordulhat. Nem mindegyiknél volt. Mondom, ilyen félkész producerek, ők egyben ugye filmesek is, meg művészek is, és akkor beleavatkoznak. Szóval egyik filmére előfordult az, hogy elmentem. Szóval Párizsba csináltuk a vágást és a montást is. Elmentem Párizsba, visszajöttem, más film volt. Na, mondom, ilyen nincs. És akkor kitört a baj. De hát rengeteg dolog van most a fejemben, de most egyet kiemelek belőle, mert azért ez nagyon fontos, hogy azért téged megfelelően körülvettek, hála jó Istennek a hölgyek, hát azért több házasság volt, meg minden, meg nagyon fontos azért az is, hogy neveltétek a Mártával a gyerekeket, és aztán volt egy kiruccanásod, nem a harangok mentek Rómába, nem, te is elmentél hát kicsit Rómába. Tehát az itt zajlott az élet, de ami engem nagyon meglepett, hogy olyan életkorban kaptál életműdíjat, ami végül is szégyen teljesen fiatal. Ne viccelj, hát, már vénember voltam. Hol voltál vénember? Már így előveszem a szemüvegemet és megnézem. Nem, 50 valamennyi voltál, ne viccelj. 60 gondolom. Ne, egy pillanat türelmet, mindjárt kiszámoljuk. 60. Kérlek szépen. Jó, de... Igen? 60 mondjad. Gondolom én. Hát. 60? Várjál. A Káné életműdíjától 60 év körül kaptam a Velenceit. Életműdíj? Azt mondja, 79-ben kaptad. 79? Hát igen, van. Mennyi pár van? Éve. Hát 21-ben születtem, akkor 58 lehetett. Tessék. Hát az nem... Nem, azért... Hát, édes Péter, ez a igen. Szakma mindig a fiataloké volt. Igen. Ma a szakma már a 8 éves korba kezdődik, sőt 4 éves igen. korba. Ma a szakma... Szakma, hogy mondja, virágzik. Ma a fotó, vagy a micsoda nem, elszólás. Igen. A telefonoddal tudsz fotót és filmet csinálni. Igen. Szóval ma abszolút más a világ. Tegnap láttam egy olyan Canon fényképezőgépet,
egy normál fényképezőgép, ami tökéletes kamera, profi kamera. Ja. Szóval egyszerűen hihetetlen, ja, persze, hát hogy hol tart a világ, ez tény. De a Rómáról kérlek szépen eszembe jut, hogy nem tudom neked milyen tapasztalataid voltak. Egyébként a Percelszitával ott nem találkoztam, hogy Rómában... De, igen? De, találkoztam. Találkoztam, mert játszottam vele a Józsefvárosi Színházban, és tudom, hogy de Rómában... Találkoztam. És kérlek szépen, feleségemnek volt egy orvos főnöke, és 18 éves korában ilyen egy négyzetcentiméteres kockákra beosztotta Olaszország térképét, és az volt az elképzelés, hogy amíg él, bejárja ezeket a négyzetcentiméteres, és bejárta. Ne. Minden tudott Olaszország, perfekt beszélt olasz, és én egyszer megkérdeztem tőle, hogy Siminskinek hívták, mondom, doktor úr, mi a vélemény? Szóval milyenek az olaszok végmaga? És a következőt mondta, szóval figyelj ide, kisfiam, az ember ugye elmegy mondjuk kiszállásra, vagy nyaralni, vagy nem tudom, akkor ugye jobban költekezik, hangosabban beszél, úgy általában jobb a kedve. Én nem tudok neked mást mondani, az olaszok olyanok, mint a mindig kiszállások. És van benne valami. Igen, ez igen. Végül is szellemes. Tényleg olyanok, de azért nem ilyen egyszerű a történet. Hát ma már valószínűleg egyszerűbb. Amikor én ott voltam, még lehetett érezni. Ugye van egy bombójuk, hogy Italia troppo lunga, nagyon hosszú. Igen. Hát meg hát nagyon későn egyesültek. Hát, mások az északi. Igen, nagyon későn. És nem értik, nem értették egymás nyelvét. Hát én nekem olyan, erről olyan tapasztalat, hogy az a lány, akivel együtt éltünk, az észak-olaszul. És egy parasztlány volt, szóval falusi lány volt, négyen voltak lánytestvérek. De újságíró nő volt. De újságíró. Négyen voltak lánytestvérek, egyik lány ott maradt a földön. Hát persze ez nem olyan, mint a alföldi paraszt, mert hát ezek nagyon jó bort csináltak, meg minden fenét. Igen. De olyan nyelven beszélt, ami érthetetlen. Érthetetlen. Mikor bekerült a családba egy szót. Érthetetlen. Patoának hívják. Semmi köze az olaszhoz sem. Szóval. És néha elment, hát a végén már elkezdtem érteni. Néha elmentük oda, és a sógor, tehát mert ugye a parasztlánynak a férje az is ott volt a földön, az olaszul tudott üdvözölni engem, meg néhány szót, amit a katonaságnál megtanult, és attól kezdve pátóul beszélt. Igen. És ugye, és ugye az, hogy magyar, azt nem tudta, hogy bulgáronak hívott, én azt hittem, hogy bulgár. Ungáron. De hát az nem volt, hogy mondjam, terméketlen idő végül is, mint hát, rendben. Azért megcsinált egy pár filmet, azért megcsináltál ott. Hát négyet azt hiszem. Négyet azt hiszem. És akkor ennek úgy vége lett? Most a szerelemmel múlt el, ha nem vagyok indiszkrét. Vége lett, hát. Igen? És elképzelhető lett volna, az mondjuk, hogyha most meséljünk, hogyha ez nem múlik el, akkor te a mai napig kint élsz. Hát nem tudom megmondani. És elhagyod a magyar filmet. Szóval az ember annyira gyökerezik a kultúrájába, a nyelvébe, a történelmébe. Igen. A körülmények közé annyira gyökerezik, hogy nem van egyszerű. Szóval ha az ember 10 éves korában hagyja el a hazáját, akkor lehet, hogy át lehet alakulni. Főleg, hogyha Amerikában megy, mert ott eltűrik a mást. Mondjuk Franciaországban nehezebb. Igen. Itáliában is elfogadnának, de valamiért oda nem nagyon mennek így oda gyökerezni. Hát Amerikában a csehek csináltak karriert, meg mindent elfogadták. Hát jó, igen. Hát igen. De ott nem csak elfogadták, nekik is át kellett alakulni ahhoz. Igen. Azért visszatérve ez a római kiruccanáshoz, hogy közben semmi kapcsolatod a magyar filmben nem volt? Dehogy nem, hát közben csináltam a magyar filmet, csináltam Még kér a népet, azt akkor csináltam. Elektra. Igen. Piros helikopter, azt tudom. Piros helikopter a végén, igen. Igen. És még hagyd kérdezzek valami kicsit gonoszat, ugye a színészekre vonatkozóan. Tudod, vannak ezek az ős ripacsok, a jó értelembe vett ős komédiások. Az a szakma. Igen. Na most például ilyen, hogy Pécsi Sándor, Kismanyi, szóval ezek miért maradtak azért ki a te életedben? Hogy mondjam, én nagyon későn kezdtem, ezek már ős bölények voltak. És? Na hát az, hogy egy ilyenhez hozzányúljon az ember, hát ez miért? Nagyon nehéz. Miért? Hát többek között azért, mert
De erre tényleg kíváncsi vagyok. Mert ugye... Ezek nagyon jó színészek. Marha jó színészek, de ilyen Kálai színészek. Feri meg volt. Kálai Feri volt egyszer. Az volt, igen. Volt egyszer. Igen. Mert hogy... nem tudom. Csináltam egyszer egy francia koprodukciót, volt magyar koprodukció. És a francia színész gyerek, aki Jacques Charrier-nek hívják, az úgy gondolta, hogy csináljunk egy másikat is majd. És elvitt egy nagy francia színésznőhöz. Ugye hát akkoriban ő volt az egyik nagy sztár, az lány, akkor a Truffaut-val itt éppen együtt ez a lány. És akkor elvitt hozzá, hogy legyen ő majd a egyik főszereplő kislány. És jó, hát persze tudták, hogy ki vagyok, meg mi vagyok, akkor már ilyen kis, mert akkor kicsi volt a filmes világ. Minden egy kicsit érdekesebb filmet csináló ember az már... Ismerték egymást. Az már ismert volt, meg egymást is ismertük. És akkor elvitte ez a lányhoz, de mondtam a Zsáknak, hogy nehogy megmutassa azt a filmet, amit együtt csináltak. Tehát őzzel színész, megmutatta. Elmentünk, nagyon helyes volt a lány. Ott volt a Truffaut is. Azt mondja nekem, én az életben nem fogok veled filmet csinálni. Te bábnak nézed a színészt. Mondom, nem. A színésznek a karakterét szeretem. Ha te nem bízol a saját karakteredben, hát a szemtelen voltam, nagyon nagy színésznő volt, akkor ennyi. Szóval, és ez, amit mondasz, ez nem nagyon egyszerű történet. Ám az 90-es években volt, hogy a Lőte Jóskával terveztünk valami filmet. Ugye. Hát... Az volt a 2000, jön a 2000-edik év, hát a 90-es évek közepén volt, jön a 2000-edik év, és az örökkével leküldi a Szentpétert a földre, hogy nézzen meg, mi van. Az egy már szokott, már Szentpéter járkál, szokott ilyen járkál a földre. És hát ugye Szentpéter, és hát találkozik egy kislány, és beleszeret. De hát Szentpéter az vénember, akkor... De miután olyan, kezd megfiatalodni. Szóval ez volt a, mindegy, hogy aztán milyen, nem lett belőle persze film. És ehhez kerestünk nemzetközi résztvevőt, tehát koproducert. És Berlinben volt olyan találkozó, ahol ilyen kéregetők, meg a pénzadók találkoztak. És ugye már meg volt írva a forgatókönyv, különböző nyelvek, és kiosztottuk. És akkor találkoztunk ezekkel a pénzesekkel. És volt egy amerikai fickó, és azt mondta, hogy ez nekem nagyon tetszik, mondja, de hát ahhoz, hogy ebből film legyen, azért a Jancsó úr, ha tud 3 napot várni, akkor én elküldöm két szakembernek, egy angolnak, meg egy amerikainak. Jó. 3 nap múlva találkoztunk. Következőt mondta Jancsó úr. Ha magának az első film, vagy a második, akkor itt van erre 10 millió dollár. De magáról tudják, hogy milyen filmet fog csinálni. Szóval nem olyan egyszerűen beilleszkedni. Értem. Nem, szóval, mert tudnék, én együtt játszottam a Madaras Józsival, a Józsefvárosi Színházba, Vonó Ignácot játszotta, és együtt filmeztem a Kozák Andrissal, tudod, volt ez a Kisváros sorozat. És én kőben tudom azt, hogy nem azt, hogy milyen színészek, mert remek színészek voltak, de hogy melyik az a színész típus, melyik az a színész fajta, amelyiket te nem véletlenül választottál ki magadnak. Szóval én értem, csak azért kíváncsi voltam arra, hogy azok az ösztönös emberek, mint a kis Manyi, akitől megkérdezték, és hogy te Manyika hogy csinálnál, hát én így csinálnám, és mindent tudott végül is, hogy szóval másfajta színészekre volt szükséged. Nem egyszerűen erről van szó. Ezek is, szóval nézd,
Én a gumiarcot nem szeretem. Ja, értem. De az az iskola, amiben szóval amerikai orosz iskola ez. Tehát a színész egyénisége legyen olyan, és hát általában minden ember egyéniség, tehát arra kell használni, mindenkit lehet használni. Hát ugye tudod, vannak olyan sorozatok manapság már, amiben amatőrök játszanak. Hogyne. Amatőrök játszanak, és mikor hogy, be, amelyiknek kicsit be... jó az egyéniség, azzal nincs is persze, esetleg baj. Hát az egyéniség, igen, egyéniség ez fontos. Igen. Számomra. Persze, ugye emiatt néha utálnak is, hogy nem... Kérlek szépen, volt egy vita a 30-as években, amikor egy feltörekvő volt a Major Tamás féle, Ungvári, stb. Ezek már értelmesebb, műveltebb színészek voltak. Igen. És akkor arról szólt a vita, hogy most melyik a jobb, a művelt, vagy az ösztönös, vagy... és a Hevesi eldöntötte a vitát egy mondattal. Azt mondta, kérem szépen, mert vacsolt, az a jó színész, aki el tudja olvasni a saját szövegét. És mindegy, hogy az egyiknek igen, két egyetem kell, igen, a másik még négy elemivel. Igen. Úgyhogy azt hiszem, hogy most egy kis reklám következik. Oh.